Két fiatalkorú Kunszentmártoni Mártoni lakos gyanúsít a rendőrség azzal a bűncselekménnyel, ami március 20-án 16 óra és március 21-én 6 óra között történt. A fiatalok bementek egy helyi ház udvarára, ahonnan egy 70 ezer forint értékű, 170 centiméteres pálmát loptak el. A növényt elrejtették, hogy később pénzét tegyék. A helyi nyomozók elfogták a fiatalokat és lopás vétség miatt kihallgatták őket. Ellenük többszörösen egyesített büntető eljárás van folyamatban. Tavaly több Kunszent Mártoni házba törtek be. Harmadik társukkal együtt és élelmiszert, baromfikat, egyéb használati tárgyakat loptak el. A felnőtt gyanúsított jelenleg letartóztatását tölti. A rendőrkapitányság bűnügyesei a nyomozásban összesen 16 rendbeli lopást vizsgálnak.